trafóháznak ütközött. Egy autós miatt több mint 50 háztartás maradt átmenetileg áram nélkül. Nemzetközi elismerés. Ezüst minősítést kapott Debrecen az Európai Virágos Települések versenyén. Bennett kenguru. Konyár környékén látták az erszényest, egyenlőre nem sikerült befogni. Köszöntöm Önöket! Ez a DTV híradó szeptember 9-én hétfőn. Már is jövünk a friss hírekkel. Több mint 50 háztartás maradt áram nélkül, amikor a görömbei lakópark melletti körforgalomnál kiütötte egy autós a transzformátor állomást szombat éjszaka. Az ott élők a folyamatos driftelésre panaszkodnak, ezért újra az önkormányzat segítségét kérték. A transzformátor állomásban keletkezett kár meghaladja a 10 millió forintot. Ez az autó csapódott bele a trafóházba szombaton éjszaka a Balmazújvárosi út mögötti körforgalomnál. A közeli lakóparkban élők azt mondták, folyamatosak itt a gumicsikorgások hétvégente, nem tudnak aludni a gyerekek és féltik a biztonságukat. Szombaton is sokan hallották, ahogy az autók driftelnek. Hallottuk, ahogy újra érkezett egy ilyen autós csikorgást a körforgalomban, majd egy hatalmas nagy pukkanást, és oda lett az áram. Ekkor hívták a rendőrséget és a tűzoltókat, a baleset okozója túl gyorsan ment és elvesztette uralmát a jármű felett. A férfi nem az útvonalvezetésének megfelelően választotta meg az autója sebességét, a körforgalomban kisodródott és nekiütközött egy trafóháznak. Személyi sérülés nem történt, a sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda negatív értéket jelzett. Kollégáim a férfinek 39 ezer forint összegű helyszíni bírságot szabtak ki. A baleset következtében 56 fogyasztó maradt ideiglenesen áram nélkül, a javítás idejére a szolgáltató aggregátorokat helyezett üzembe, így a teljes helyreállításig már nem kell áramszünettől tartani. A balesetben sérült transzformátor állomásban több mint 10 millió forintos kár keletkezett. Ennek a megtérítését, kárigényünket a balesetet okozó, a károkozó biztosítója felé fogja benyújtani társaságunk. Ez a driftelés ugyanabban a körforgalomban történt, alig, hogy helyreállították a trafóházat. Korábban közgyűlési keretek között már kérték a rendőrség segítségét a driftelések megakadályozására, most is a városrész önkormányzati képviselőihez fordultak a lakók. Sajnos aznap éjszaka ismételt megjelentek driftelő autók, erről videófelvétel is készült, amit itt élők készítettek. Úgy gondolom, hogy ez nem egy szervezett csapat, abból is látszik, hogy egymást nem értesítették erről az eseményről, hogy mi történt. Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy beavatkozás szükséges, hogy ez ne legyen folyamatos a későbbiek folyamán. Az augusztusi közgyűlésen képviselői felvetésre Pap László polgármester azt ígérte, mindent megtesznek azért, hogy visszaszorítsák ezeket a balesetveszélyes helyzeteket. Fogjuk jelezni a rendőrség felé, hogy a város kér, hogy fokozott ellenőrzést tartsanak ezeken a jelzett útszakaszokon. De egyébként magam is olvastam a közösségi médiában az ezzel kapcsolatos híreket, illetve e-mailt én is kaptam, levelet én is kaptam ezzel a problémával kapcsolatban, úgyhogy megtettük és megtesszük a szükséges lépéseket. Ebben a körforgalomban a rendőrség fokozott ellenőrzése mellett tervezik olyan eszközök bevezetését is, amik eltántorítják a driftelő autósokat, motorosokat ettől a környéktől. Ezüst minősítést kapott Debrecen az Európai Virágos Települések versenyén. Az elismerés annak köszönhető, hogy a városban az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottak a zöld területek növelésére és a környezetbarát, fenntartható megoldások alkalmazására. Jobban bírja. Meg ez egy kisebb fajta is, korábban ezek ilyen magasak is tudtak lenni. Kokárdavirág, levendula díszfüvek. Egyre több helyen láthatók ezek a növények a belvárosban. Ezek a virágok nem csak a tűző napot bírják, de kevés öntözés mellett is jól érzik magukat, ami nagyon fontos a fenntarthatóság szempontjából. Kun András városi főkertész szerint a fenntarthatóságnak egyre nagyobb szerepe van a virágosító versenyen. Ahogy haladunk most előre a klímaváltozással, hogyan tudjuk ezt hatékonyan kezelni, minél fenntarthatóbban kezelni. Mert az, hogyha mindenhova virágot ültetnénk és locsolnánk, az lehet, hogy egyik oldalról szép lenne, viszont egy nagyon fenntarthatatlan és költséges folyamat lenne. Az Európai Települések Virágosítási Versenyén idén 7 ország 11 települése vett részt. Debrecen ezüst minősítést kapott.
Az értékelésnél a Civisváros kapcsán a zsűri kiemelte az olyan közösségformáló és tudáscserélő platformok fontosságát, mint a Future of Debrecen. Emellett külön elismerést ítéltek oda a belváros rendezett és szép virágágyásaiért. Tavaly a debreceni nagyerdőt is díjazták. Előző évben a debreceni nagyerdő nyerte el az ország legszebb erdejének címét az Agrárminisztérium internetes szavazásán. Az erdő legkedveltebb területe a Nagyerdei Park. Itt a belvárossal ellentétben a fáké a főszerep. Az árnyékot nyújtó lombok alatt a kevés napfényt igénylő növények kapnak helyet, ezek színesítik a virágágyásokat. Az ezüst minősítésért járó díjat a parkerdőben szeretnék majd elhelyezni. A városi főkertész úgy fogalmazott, a következő cél az aranyminősítés. Ehhez szerinte a társadalmi felelősségvállalást kell erősíteni Debrecenben. Lezárták a Pósa utcai játszóteret. Ott ugyanis hamarosan egy új füves focipályát alakítanak ki. Ha az időjárás is engedi, akkor októberben birtokba vehetik majd a játékteret a Nagy Sándor telepiek. A Dekert munkatársai ma a leendő focipálya szomszédságában dolgoztak. A beton a most készülő 22x18 méteres játéktér melletti kerítéshez kellett, a régit ugyanis részben elbontották. A leendő pálya sarkait festékszóróval jelölték ki. Jelenleg a játéktér tereprendezési munkáit készítik elő a szakemberek. Széles Diana alpolgármester azt mondta, a focipályával a gyerekeket és a családokat akarják mozgásra ösztönözni, hogy minél többen sportoljanak a Nagy Sándor telepen élők közül. Ugye ez most egybe van kötve, ez a focipálya a meglévő kondiparkkal és játszótérrel, ezért most addig még elkészülünk, ez az időjárás függvényében akár 2-3 hetet is vesz igénybe, addig be kell zárjuk sajnos, mivel munkaterület a játszótér, tehát ezért is mostanra időzítettük a munkálatokat, hogy már az iskola elkezdődött, és nem a nyári szünetbe indítottuk el. A Debreceni Szakképzési Centrum diákjai mellett a városlakók is kipróbálhatják magukat a logisztika területén. A Profit Ability társasjáték segít kideríteni, hogy kik azok, akiknek érdemes lehet a logisztikával foglalkozni. Szeptember 27-én a logisztikai társasjáték országos bajnokságának régiós fordulója szabadtéri játéknappal egészül ki. Saját színre tudunk lerakodni, bármelyik más színből tudunk felvenni. A logisztika világába enged betekintést ez a társasjáték. A játékot országszerte már 4000 diák próbálta ki. A debreceni régiós döntőn a szakképzési centrum iskoláinak diákjai mérik majd összetudásukat. A társasjáték nem igényel logisztikai alapismereteket, így bárki bátran csatlakozhat a versenyhez, azonban megmutatja, kik azok, akiknek jó érzékük van a szakmához. Debrecen városában olyan fejlesztések zajlanak, ami prognosztizálja, hogy rengeteg tehetségre, logisztikusra lesz szükség, és az ilyen játékok megmutatják, hogy kik azok, akik könnyen integrálhatóak egy vállalat életébe. Debrecenben jelenleg is dolgoznak olyan infrastruktúrális fejlesztéseken, amelyek a logisztikai iparágat szolgálják. A városban mintegy 250 társas vállalkozást tartanak számon ebben az ágazatban, több mint 3000 ember foglalkozik logisztikával. Erről már Barcsa Lajos alpolgármester beszélt. Itt egy nagyon komoly növekvő tendencia van. 2020 és 2022 között közel 50%-os emelkedés történt a városunkban, a logisztika területén, a logisztikai cégek árbevétele tekintetében, és a létszám is nem ezzel egyenes arányosságban, de nőtt 4,35%-kal. Szeptember 27-én a debreceni régiós döntő mellett szabadtéri játéknapot is rendeznek a Kossuth téren, így a járókelőknek is lehetőségük lesz kipróbálni a logisztikai társasjátékot. Rossz időjárás esetén az eseménynek a Kölcsei Központ ad otthont. Fesztivált rendez öreg diákjainak a Debreceni Egyetem szeptember végén. A rendezvényre szakmai előadásokkal, túrákkal, koncertekkel készülnek. Az intézménynek csaknem 30 ezer regisztrált öreg diákja van. A közösség összetartására 2011-ben alumni központot hoztak létre, ami a többi között az egyetemen végzett hallgatókkal való kapcsolattartásért, programok szervezéséért felel. Az öreg diákok számára először rendeznek fesztivált szeptember 28-án, ahol a tervek szerint a karok bemutatják, milyen képzéseik vannak most, és mennyit fejlődtek az elmúlt években. A kampuszokat szervezett túrákon nézhetik meg újra a korábbi hallgatók, a főépület előtt pedig például koncertek, gyerekprogramok várják majd őket és a családjaikat.
Az elmúlt évtizedekben, de különösen az elmúlt 2,5 évtizedben a Debreceni Egyetem diplomáját megkapó egykori hallgatóink érezzék azt, hogy ide tartoznak, ne csak a tudatukban, a szívükben legyen meg, hogy a Debreceni Egyetemen végeztem, ott kaptam azt a tudást, amivel többségében élek, hanem lehessen egy aktív kapcsolat is. Mindkét fajta üzemanyag árát csökkenti kedden az Olajipari Társaság, számolt be a holtankoljak.hu szakportál. A benzin nagykereskedelmi ára 4, a gázolai 3 forinttal lesz alacsonyabb holnaptól. A 95-ösért literenként 588 forintot kell majd fizetni, a dízel pedig 598 forintba kerül majd a töltőállomásokon. Jelenleg nem tudni, hol van az a Bennett kenguru, amit múlt pénteken fedeztek fel a konyári határban. Az erszényest állatgondozók próbálták meg befogni, eddig sikertelenül. A kenguru jól viseli az ember jelenlétét, de ha valaki meglátja, mindenképpen érdemes szakember segítségét kérni a befogáshoz. Szokatlan állatra, egy kóborló kengurura lettek figyelmesek Konyár környékén az ott élők. A különleges látogatóról egy helybeli készített videót. Barta Imre szerint rendkívül élmény volt a kenguruval való találkozás. Csütörtökön este kaptam egy értesítést, hogy a konyári határba egy kenguru kószál. Szinte állandó helyen napok óta. Pénteken kimentem, valóban ott volt az árokpartján, teljesen közel engedett magához. A környékbeliek felvették a kapcsolatot a Hortobágyi Madárkórház munkatársaival, akik megpróbálták befogni a körülbelül 30 kilós állatot. Alapvetően szelíd, nem fél az embertől, hát ez emberi környezetben él, egész biztos vagyok benne, természetben nálunk mondjuk nem igazán fordul elő, és hát próbáltam beszákolni az állatot, sikerült is, addig meddig sétálgattunk, még közel engedett magához olyan másfél-két méterre, ekkor ráborítottam a szákot, de sajnos szétrúgta a hálót, és elszaladt a kengurunk. A debreceni állatkertben is megtalálható a Bennett kenguru, viszonylag kis termetű. Fontos tudni, hogy a stresszt nehezen viselik. A megfogásuk viszonylag nagy szakértelmet igényel, ugyanis a lábukon elhelyezkedő körmök, azok konkrétan fegyverek. A kenguru tartása Magyarországon engedélyezett, és bár nem szokványos házi állat, a megfelelő körülmények biztosításával bárki számára hozzáférhető lehet egy-egy kis erszényes, nagyjából 2-300 ezer forintért. Viszonylag nagy és tágas kifutó, tekintve, hogy egy nagyon mozgékony állatról beszélünk, és egy beszűkített helyen összet is törheti magát. Emellett célszerű őt lejelenteni, csíppel ellátva egy zöld hatóság felé. És ami még nagyon fontos, hogy egy fűtött belső kell neki, ugyanis Ausztráliából származik. A Bennett kenguru harapni, karmolni és rugni is nagyon jól tud, ezért ha kóborló egyeddel találkozik valaki, mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Sokak által ismert és kedvelt művek is elhangzottak vasárnap este a Pásti utcai zsinagógában. A közelgő 5785. zsidó újév alkalmából rendeztek opera és operett gálát. A teltházas hangversenyen a Debreceni Egyetemen végzett énekművészek léptek fel. Rigoletto és Csárdás királynő. A világhírű operának és operettnek a részletei is felcsendültek vasárnap este a zsinagógában. A műsorban Mohos Nagy Éve opera énekes tanítványai, a Debreceni Egyetemen végzett énekművészek szerepeltek. A 20 tételes gála koncerttel köszöntötte a hitközség a zsidó újévet. Nagyon nehéz év volt, és azt hiszem, hogy nem kizárólag a hitközség életében, hanem a világpolitika miatt, hisz a világban nagyon sok probléma van, háborúk vannak, a Közel-Keleten is egy borzasztó háborodul, és hát nagyon nehéz a rokonokkal beszélünk, és nagyon nehéz ezeket a dolgokat feldolgozni. Debrecen egyik legfontosabb értéke a vallási sokszínűség, a zsidó kultúra pedig a város kultúrájának 200 éve szerves része. Erre hívta fel a figyelmet köszöntő beszédében Puskás István alpolgármester a hangversenyen. Az a békés egymás mellett és együttélés, ahogy Debrecenben a különböző felekezetek alkotják együtt a város közösségét, az igazán mintaszerű. Bízom abban, hogy debreceniek is átérzik azt, hogy a város a béke, igazán a béke szigete,
és ebben, hogy ez így tud lenni, a kultúrának nagyon nagy szerepe van. Az 5785. zsidó újév alkalmából rendezett gála hangversenyen több mint 200-an vettek részt. Befejeződött a párizsi paralimpia. A hajdúszoboszlói asztali teniszező Svitacs Alexa hétvégén bronzérmes lett. A vármegyéből rajta kívül korábban a Deac kerekes székes vívója Osváth Richárd versenyzett a játékokon. Svitacs Alexa párosban kezdett a paralimpián, Arlói Zsófiával elveszítették az első mérkőzésüket, így nem jutottak be a negyed döntőbe. A hajdúszoboszlói asztali teniszező szombaton egyéniben egészen az elődöntőig menetelt, ahol legyőzte lengyel ellenfele, így a második paralimpiáján zárt bronzéremmel. A Deac kerekes székes vívója Osváth Richárd korábban két fegyvernemben versenyzett a játékokon, de hiába várta éremesélyesként a tornát, sem kardban, sem törben nem jutott el a dobogóig. Törben egyébként pontszerző helyen ötödikként zárt, de pályafutása során először nem szerzett érmet paralimpián. Próbálok arra gondolni, hogy van, ilyen is van, ilyen verseny is van. Még nem volt, de ezt is át kell érni, aztán én próbálok. Szerintem nem próbálok, motiváltabb leszek szerintem ettől, hogy edzek többet, és hát ha majd Los Angelesbe kijutok, és ott ki tudom köszörülni ezt a csorbát. Ez volt a DTV híradó. További hírekért keressék fel a dehir.hu-t, de tartalmaink elérhetőek a közösségi média felületeinken is. Viszontlátásra!